vasárnap választások lesznek. Ma van a Föld napja, az iratkozásra a mezőgazdasági iskolában, Szent György napi tájház megnyitó Topolyán. Köszöntöm Önöket! Április 22-i híradónkat látják. Következnek a részletek. Szerbia polgárai az április 24-én tartandó rendkívüli parlamenti választásokon 250 köztársasági képviselőt is választanak 4 éves megbízatással. A választásokon 20 jelölt lista vesz részt összesen 3270 jelölttel. Összesen 6.737.808 szerbiai polgárnak van szavazati joga, ők 8.378 szavazóhelyen adhatják le voksukat, közülük 29 szavazóhely van börtönökben, 38 pedig külföldön. Szerbiában a szavazóhelyek reggel 7-kor nyitnak és este 8-kor zárnak. A Választási Bizottság a parlamenti választások végeredményét a szavazóhelyek bezárását követő 96 órán belül közzé kell tegye, vagyis legkésőbb április 28-án 20 óráig. Ma van a Föld napja. A kezdeményezés idei mottója fákat a Földnek. Évente több mint 15 milliárd fával csökken a Föld erdőállománya, az erdőirtás, a földhasználat megváltoztatása, a városiasodás és a helytelen erdőgazdálkodás miatt. A Nemzetközi Föld napja hálózat arra biztat mindenkit, hogy ültessen és gondozzon fát. A fákat a Földnek felhívásuk célja, hogy 2020-ra, az 50. földnapjára 7,8 milliárd fát ültessünk világszerte. Az idei földnap másik témája az étrend és az éghajlat összefüggése. Topolyán ma délután tartottak földnapi munkaakciót, Bácskasútfalván és Bajsán a múlt héten rendezték a települést, Pacséron pedig a héten tartanak munkaakciót az intézmények, civil szervezetek és helyi közösség. Szépen fejlődnek a gabonák Vajdaságban. Megjelentek az első kalászosok, ami korai aratás sejtet. A betegségek most nem terjedtek el a határban, de a szakértők szerint később fontos lesz a megelőző kezelés. A meleg időben a gyomok is erőteljesen fejlődnek. Szükséges az irtásuk is és a kórokozók elleni megelőző védekezés. A taposási károk, amelyek a permetezéskor keletkeznek, nem vetekszenek az esetleges fertőzés következményeivel, emelik ki a szakemberek. Több mint egy évtizedes gyakorlat már a Topolyai Mezőgazdasági Középiskolában április közepén a nyílt nap megszervezése, melyen a 8-osokkal és azok szüleivel megismertetik a továbbtanulási lehetőségeket, bemutatják az iskola szakirányait, szakköreit. A házigazdák mellett jelen volt a Szabadkai Középfokú Egészségügyi Középiskola, az Iván Szárics Műszaki Középiskola, a Politechnikai Iskola és a Vegyészeti Technológiai Iskola, a Zentai Egészségügyi Középiskola, valamint a 3 Topolyai Középiskola. A házigazdák mellett a Doszite Jobrádovic Gimnázium és Közgazdasági Iskola és a Sinkovics József Műszaki Középiskola mutatkozott be. Tóth Tibor, az iskola igazgatója elmondta, hogy a Topolyai Mezőgazdasági Iskolába azok a tanulók jelentkezhetnek, akik általános iskolai képzésben részesültek, sikeres záróvizsgát tettek, és akik 1999. augusztus 31-e után születtek. Az iratkozáshoz szükséges dokumentumok egy eredeti anyakönyvi kivonat, a 6., 7. és 8. osztályos bizonyítvány, valamint az érettségi eredményét igazoló okmány. Emellett szükséges még egy orvosi igazolás, amely bizonyítja, hogy a tanuló megfelel az általa választott szak egészségügyi követelményeinek. A Topolyai Mezőgazdasági Iskola a következő szakokra hirdett felvételt a 2016-2017-es tanévre magyar nyelven. Mezőgazdasági technikus szakon 30 tanuló felvételére, az állategészségügyi technikus szakra szintén 30 tanulót vesznek fel, akár csak az élelmiszeripari technikus szakra, ahova szintén 30 tanuló felvételét hirdették meg a minisztérium jóváhagyásával. A 3 éves szakok közül 15 tanulót vesznek fel a mezőgépszerelői szakra, és 15 tanulót a sütőipari szakmunkás PÉK szakirányra. Idén magyar nyelven indul az egyébként népszerű hentes képzés a 3 éves szakon. Folytatjuk híradónkat. Magyarországi vendégek jártak a Nikola Tesla általános iskolában. Nagyon nagy szeretettel
és örömmel fogadtuk azt, hogy ötödször is minket választott a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola Budapestről. Ilyenkor az az igazság, hogy a gyerekek között egy versengés megy, hogy kiszerepeljen, kimutassa be magát, mert igencsak korlátozva van az idő, ameddig együtt lehetünk. És akkor a választás a következőképpen zajlott. A második osztálynak a folklórjával kezdtük, tehát egy néptánccal, majd következtek a 7. B osztályból azok a tanulók, akik a magyart, mint környezetnyelvet tanulják, ők a Szülőföldem című verset adták elő, majd következett a 7C-s lányoknak a ritmikus gyakorlata, illetve utána az ötödikesek adtak elő egy színdarabot, egy darabot az idegen lényről, majd a 3C-s lányok, fiúk lányoknak a ritmikus gyakorlatával fejeztük, és most következnek a Mező Ferencből a gyerekek, akik elmondások szerint nekünk szavalattal, tánccal és görkocsőbemutatóval fognak kedveskedni, majd hozzáfűzöm, hogy ezek után egy közös játék lesz az udvarban. A 7. D osztály tanulói lettek megbízva azzal, hogy különböző játékokat találjanak ki, és megsúgom, hogy nagyon jók a játékok, ezeknek a gyerekeknek ki van egy kitűzőjük, tehát tudják, hogy hozzájuk lehet fordulni, ők a csapatkapitányok, több játék lesz, és remélem, hogy a vendégeink nagyon jól fogják érezni magukat. Már 5. éve nagy boldogság az, hogy idejöhetünk, pályázunk minden évben, a 7. évfolyam érkezik, valamennyi 7. tanulónk jön, nagyon szívesen jövünk, és azért is jó, nem csak azért, hogy utazunk és kirándulunk, hanem ezt a részét, ezt a vidéket, tulajdonképpen Bácska északi részét egészen Belgrádig be tudjuk járni a 3 nap alatt, sajnos csak 3 nap az, ami a határtalanul pályázat keretében nekünk jutott. Azt jelenti, hogy mi erre már 5 éve készülünk, magára az útra 3 héttel ezelőtt, egy délelőtt a gyerekek kis előadásokat tartanak, felosztjuk egy más között, és bemutatják magát az iskolát, Nikola Tesla életét, és minden várost, ahová megyünk. Bár idegenvezető érkezik velünk, de a gyerekek már felkészülve jönnek, tehát tulajdonképpen nem ismeretlen, plusz amikor visszamegyünk, akkor újra egy beszámoló délelőtt van, amikor az iskola valamennyi felső tagozatosa, azok is, akik itt voltak, tehát a 8-osok, illetve azok az 5.-6-osok, akik remélhetőleg jövőre a pályázaton nyernek, és újra jöhetnek. Szent György napi tájháznyitót tartanak holnap a Topolyai Tájházban, ahol megtekinthetik a már-már feledésben merülő régi mesterségek bemutatóját, megízlelhetik a hagyományos édessós süteményeket, nótázhatnak, vagy akár még táncra is perdülhetnek. A rendezvény keretei között első alkalommal szerveznek mag és palánta bőrzét, a délelőtt folyamán ügyességi játékokat tartanak, ezúttal is várják a vállalkozó szellemi felnőtt csapatok, valamint gyermekek és egyéni résztvevők jelentkezését. A belépő felnőttek részére 150 dinár, gyerekeknek 100 dinár, az ár tartalmazza a reggelit, ebédet és a programokon való részvételt is. A Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat idén is megszervezi a hagyományos anyák napi kiállítást Út az anyaságig címmel. A rendezvényre a Topolyai Művelődési Ház kiállító termében kerül sor április 26-án kedden 18 órakor. A Topolyai Filmmúzeum civil szervezet idén is meghirdette az Egri József Nemzetközi Ifjúsági Filmpályázatot. A pályamunkákat 2016. július 15-éig várják. A pályázatra eljuttatott filmeket 3-tagú szakmai bírálóbizottság tekinti meg és értékeli. Olyan 15 és 35 év közötti fiatalok pályázatát várják, akik művészi vagy tudományos témájú filmet forgattak vagy forgatnak. A filmek legfeljebb 15 perc hosszúak lehetnek. Az első 3 helyezett pénzjutalomban részesül. A legjobb filmeket az augusztus 5-e és 7-e között Topolyán megrendezésre kerülő Origo Open Fest keretén belül díjazzák és mutatják be a közönségnek. A pályázás feltételeiről bővebben a 063 125 99 18-as telefonszámon érdeklődhetnek. Már beírathatják az általános iskolába az ősztől tanköteles gyermekeket Szerbiában.
Szeptemberben a 2009. március 1-e és 2010. február 28-a között született, azaz a 6. életévüket betöltő, de 7,5 évnél nem idősebb gyerekek kezdhetik el az első osztályt. Az Oktatásügyi Minisztérium közleménye szerint az iratkozáshoz egy anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló dokumentum, valamint óvodai igazolás kell. Emellett egy orvosi igazolást is mellékelniük kell a szülőknek gyermekük egészségügyi állapotáról. Az iratkozás május 31-éig tart. Április 28-án kezdődik a tavaszi szünet a szerbiai általános és középiskolákban. A diákok és tanáraik május 3-áig pihenhetnek. A 2015-2016-os tanévi naptár szerint azok az általános iskolások, akik most fejezik be a 8. osztályt, június 1-éig járnak iskolába, a többieknek pedig június 15-éig tart a tanév. A nyári szünet június 16-ától augusztus 31-éig tart, tudósít a Tannyug. A pravoszláv húsvét és a munka nemzetközi ünnepe idén fedi egymást, és ezért április 29-től május 3-áig nem dolgozik az ország, tájékoztatott a Munkaügyi Minisztérium. Az állami és egyéb ünnepekről szóló törvény értelmében Szerbiában a húsvéti ünnepeket nagypéntektől húsvét hétfőig ünneplik. Idén a pravoszláv húsvét április 29-e és május 2-a közé esik. Május 1-e kétnapos ünnepnek számít Szerbiában, vagyis 1-e és 2-a munkaszüneti nap. Ha Szerbiában egy állami ünnep valamelyik napja vasárnapra esik, a következő munkanap munkaszüneti napnak számít. Tekintettel arra, hogy május 1-e és 2-a az idén vasárnapra és hétfőre esik, május 3-a kedd is munkaszüneti nap áll a közleményben. Hamarosan megduplázzák a vezetés közbeni telefonálásért és a biztonsági év bekapcsolásának elmulasztásáért kirót büntetést, az eddig 5000-ről 10000 dinárra emelik. Ezek az újdonságok a közlekedésbiztonsági törvény módosításának javaslatában szerepelnek, amely a választások után és a szerbiai parlament, valamint az új kormány megalakulását követően azonnal a frissen megválasztott képviselők elé kerülnek elfogadásra. A közlekedési rendőrségen azt mondják, a szigorúbb büntetéseket e két szabálysértés esetében azért javasolták, hogy csökkentsék a közlekedési balesetek számát, hiszen jószerével e két vétség a legtöbb súlyos, maradandó következménnyel járó baleset okozója. A mobiltelefon használata büntetendő akkor is, ha a vezető telefonál, akkor is, ha SMS-t ír, vagy a kezében tartja, míg a szemafornál várakozik. Topolyán is kiválthatók a rekreatív sporthorgász engedélyek. A Kami Sporthorgász Egyesület irodájában a Titomarsal utca 30-as szám alatt munkanapokon 10 és 13 óra között lehet az engedélyt kiváltani. A Topolya kosárlabda csapata az elmúlt hétvégén hazai pályán az indiai Zseleznicsár csapatát 68-67 arányban győzte le. Az első szerb kosárlabdaliga északi csoportjának táblázatán az utolsó forduló előtt csapatunk a negyedik. Pénteken hazai pályán az ellenfél az Óbecsei Jedinstvo. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Csáky Lajos Általános Iskola sportcsarnokában. Megkezdődött az idény a Topolyai Teniszklubban. Miladin Nésit, az Egyesület titkára számolt be a küszöbön álló versenyekről. Megkezdődött Topolyán a tenisz idény. Műsorunk vendége Miladin Nésit, a Topolyai Teniszklub titkára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát ami a teniszklubot illeti, örömmel mondhatom, hogy megindult a szezon, jó időnek köszöntve. Azt hiszem, hogy az idén sikerül sokkal jobban elkészíteni a pályákat, ami a legfontosabb, de ugyanúgy az objektumot is, úgyhogy biztosítva minden van, szóval víz, meleg víz, tusolás, öltözők, és mindjárt is kezdjük ugye az aktivitásokat. Olyan értelemben már május 6-án indul egy torna a Szerbiai Teniszszövetség naptárából, amivel meg voltunk bízva, hogy mi szervezzük meg. És már a következő hétvégén jön egy csapat német teniszezők, egy olyan csoport 30 személyig, szóval 30 fős csoport. És ugyanúgy a továbbiakban is folytassuk ezeket a tevékenységeket, szóval
lesznek továbbá is tornák a teniszszövetség naptárából, lesznek úgymondván helyi tornák, amit a klub szervez, és folytassuk az együttműködést a Szentesi Teniszklubban, meg a többiekkel. Olyan értelemben én föl is hívnám ugye a polgároknak a figyelmét, illetve meghívnám őket, hogy a polgárok, illetve főleg a gyerekek ugye jöjjenek le a teniszpályára, nézzék meg, hogy az hogy van, mi van, hogy van berendezve, és a másik akkor próbálhassák is, ugye, hogy hogy megy főleg a gyerekeknek ez a tenisz, mert nem szabad elfelejteni, hogy a teniszsportot illetően Topolyának voltak eredményei, voltak sikeres teniszezők, és mi szeretnénk, hogy újra Topolyának legyen egy jó, szép hírneve ezen a téren is. Nem lesz természetesen mindenkiből Györe vagy Djokovic, de aki csak rekreálni szeretne, gondolom, hogy az is kimehet a teniszpályára. Az mit tehet? Természetesen, szóval mindenki számára nyitottak vagyunk, ugye bárki jöhet, különböző formákkal bír foglalkozni a teniszsel, akár csak ilyen rekreatív módon, akkor az idén újra meg lett indítva a verseny, ami a veteránokat illeti, úgyhogy hivatalosan is bírnak a veteránok újra versenyezni, de ugyanúgy rekreálni is, és utána még, ami főleg a fiatalokat, a gyerekeket illeti, ugye ezt úgy is lehet ugye rekreatív módon, de a másik lehetséges az is, hogy ugye az edzővel karöltve, ugye itt belekezdenek abba, hogy ezt a sportot ugye foglalkoznak ebben a sporttal, és esetleg lehet arra számítani, hogy részt vesznek ők is a versenyeken. Ami természetesen kicsit igényesebb dolog, de bizony, ha komolyan dolgoznak, akkor járhat ez sikerrel is, és erre fel, ahogy maga is mondta, mert például a Györe Lacinak az edzője, az egy topolyai ember, ugye, a Palágyi Miklós, és olyan értelemben ő is itten dolgozik a gyerekekkel, és most már hát a Mikinek elég szép hírneve is van, nem csak nálunk, hanem világszerte. Szombatig még napsütést várható Vajdaság szerte, de a nap végére változó hőmérsékletű ciklon húzódik a Kárpát-medence fölé. Jelentős esőt és szeles időjárást jósolnak a meteorológusok. Szombatra megnövekszik a felhőzet és beborul az égbolt, leginkább a délutáni órákban számíthatunk csapadékra. Éjszaka és vasárnap reggel sokfelé várható eső, a hőmérséklet is jelentősen csökken a hét utolsó napjára. Vajdaság középső részein jelentősebb csapadék és erős szél várható, de az északi területeket sem kerüli el a zord időjárás. Vasárnap, április 24-én van Szent György napja, amelyhez több népi hagyomány is fűződik. Ezek szerint örülhetünk a csapadéknak, ugyanis a Szent György napi eső a mondás szerint aranyat ér, a Szent György napi dörgés pedig jó bortermést hoz. Kedves nézőink, e heti utolsó híradónkat látták, köszönjük egész heti megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra, viszont látásra!